Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezem, amelyben azt szeretném bemutatni nektek, hogyan tudtok készíteni egy effektet, amiben megtuplázzátok a szemét, vagy éppen amit szeretnétek a videóban. Meg is mutatom, hogyan tudjátok elkészíteni. Azzal kezdjük, létre kell hoznunk négy újabb idősávot, azt úgy tudjuk megcsinálni, legyomjuk az albombot, és lemásoljuk ezt a videót négyszer. A videó ez nagyjából így néz ki. Ebből fogjuk elkészíteni az effektet. Vagyis ehhez a videóhoz fogjuk elkészíteni a sokszorosító effektet. Lenyomjuk az adgombot, lemásoljuk négy újabb videóságba. Kész van a négy új videósávunk, beállítjuk, hogy honnan szeretnénk, hogy induljon az effekt. Én most beálltam 2 másodpercre. Teszünk egy markert, meg tudjuk jegyezni, hogy honnan indulunk. Most elkezdem feldarabolni minden egy videósávot. Elmondom, ennek a legelső videóságnak 4 kockának kell lennie, legalábbis én annyira csinálom, de mindenki olyan hosszúra csinálja, amilyenre szeretné. De én most úgy fogom csinálni, hogy a legelső 4, a második 8, a harmadik 16, a negyedik pedig 28 hosszúságú lesz. Kezdem akkor. Ezzel kész vagyunk, akkor a felesleges sávokat töröljük. Természetesen azt úgy tudjuk megtenni, kijelöljük a törlendő sávokat, és az X-gombba töröljük. Beállítjuk az áttűnéseket egymás után, hogyan jönnek az áttűnések. Úgy tudom megtenni, lezárom az első 3 sávot, belépek az inspektorba, inspektoron belül belépek a zomba, és a zombot állítom. Annyira, amennyire szeretném. Hát így nagyjából így próbáltam, így a szája kövesse egymást nagyjából. Lemegyek másik sávba, azt is ugyanígy leveszem.
Nagyjából kész van, így fog kinézni. Meg tudunk rajta pirimítani, tudjuk megtenni. Kijelöljük minden étsávot. Bemegyünk az inspektorba, azon belül. A softness-et állítjuk, minél áttetszőbb legyen, minél jobban egybe folyjon a négy sáv. Azt idő szerint tudjuk állítani, ki mennyire szeretné. Kiteszem nagyba, megnézzük, nagyba hogy is mutat. Természetesen mindenki tudja hosszabbítani, vagy akár rövidíteni is, hogyha szeretné. Én még egy kis trükköt szeretnék megmutatni utána, hogyan tudjuk esetleg még látványosabbat tenni. Még a végén, amennyiben szeretnénk, meg tudjuk bontani egy kis villogó effekttel, ami így fog kinézni. Természetesen lehet hosszabban is hagyni, ki hogyan szeretné, ízlése szerint. Én most ezt csak a bemutatás szemléltetése miatt csináltam így. Remélem tetszett, amennyiben tetszett, dobjatok egy lájkot, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!